Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. A hatodik feladatban is forgástestnek kell kiszámolni a térfogatát, és természetesen kérés nélkül is készítünk ábrát, nyilván az integrálási határok meghatározása miatt úgyis elég nehézkes lenne, hogy azt megadni, hogyha nincsen jó ábrák. Na nézzük csak. Ugye mit is kell megforgatni? Amely az y egyenlő mínusz x plusz 4, tehát akkor ugye itt az y tengelyt 4-nél beszél, az x tengelyt xy. Az x tengelyt az pedig akkor a plusz 4-nél, tehát akkor egy egyenesünk van. Na, próbálja meg összekötni ezeket a pontokat. Ahogy né. Igen, y egyenlő 2, az ugye az x tengelye a párhuzamos egyenesről van szó. És az x egyenlő 1. Hát nagyon jó arányos lett. Oké. Okay. Tehát ez pedig itt, ez, wow, akkor magyarul itt ez a kis síkidunk van, tehát ezt odaírnám, hogy ugye ez itt az y egyenlő mínusz x plusz 4, ez itt az y egyenlő 2, ez itt az x egyenlő 1, ugye egyenletnek a megoldás görbéje. No, tehát akkor ez a kis síkidunk van, jó, tehát szükségünk van ugye erre a pontra biztosan, amit meg kell határozni, a két görbének a meccéspontja, tehát y egyenlő mínusz x plusz 4, és az y egyenlő 2 egyenletrendszerből, húha, hát akkor azt kapjuk, hogy ugye 2 egyenlő mínusz x plusz 4 alapján átviszem a másik oldalra, x egyenlő 2. Jó? Tehát akkor megvan. Itt ez a pontunk, ez a kettő. Na most ezt a síkidomot forgatom meg. Hát képzeljük el, akkor azért körgyűrűszerűséget fogok kapni. Hát én azért megpróbálom, ha bár Fülöp talán mond le, megpróbált lebeszélni róla, hogy rajzoljak valami. De én azért megteszem, hogy itt egy ilyen, ilyen körgyűrűszerű, ugye? És akkor itt meg van valamilyen vastagsága, de itt belül ez itt nyilvánvalóan üres. Tehát egy kis henger hiányzik. Jó. Tehát akkor gondoljuk meg, hogy hogyan is számoljuk ki ennek a területét. Bocsánat, a térfogatát kell. Hogyha magát itt ezt a kis szakaszt veszem, és akkor ezt így forgatom ebbe az irányba, akkor tulajdonképpen ezt a síkidomot fogom az x tenger körül megforgatni. Jó? És tulajdonképpen ebből a testből kell kivenni aznak a hengernek a térfogatát, amit ugye úgy kapok meg, hogyha itt ezt a téglalapot, én nem akarom belerajzolni, ezt a téglalapot forgatom meg. Jó? Na most, hát akkor természetesen a térfogat az a kettőnek a különbsége lesz, tehát integrálási határ megállapított, hogy 1-től 2-ig. Itt van, hogyha jelöljük itt ezt az f függvénnyel, tehát akkor ez itt a f négyzet, jó, oké, x dx, stb. Ebből kivonom, ugye ennek a hengernek a térfogatát, ami itt nyilván az y egyenlő 2, tehát akkor ez legyen a g függvényünk, vagy a konstans függvény g négyzet x dx-nek a térfogatát. Hát, remélem, hogy ez azért elég jól látszik, és akkor ezek alapján már csak nyilván beírjuk. F négyzet, azaz mínusz x plusz 4 a négyzeten, x 4 a négyzeten, mínusz pi 1-től 2-ig, az pedig a konstans 2 függvény, hát az már 5-től 4-nek írom, dx, ezt kell kiszámolnunk. Jó, nyilván a másodikkal nem lesz problémánk, tehát az elsővel sem négyzetre emelek,
akkor lesz x négyzet mínusz 8x plusz 16. Ezt itt rögtön, ugye kiintegráljuk, mínusz pi. Most négy konstans négy függvényünk van, tehát szerintem nem ilyen problémát lennek. Egy primitív függvény a 4-szer x, 1-től 2-ig kell kiértékelni. Igazából az első integrál sem olyan nehéz primitív függvényt találni. Ugye az x köb 3 mínusz 4x négyzet plusz 16x, 1-től 2-ig kell kiértékelni, mínusz ezt pedig be is írom. Pi szorozva 8-ból 4, akkor már csak ezt kell kiértékelni felső határhelyen, alsó határhelyen, tehát pi, és akkor ez itt a 2 a köbben az 8, harmadból, ugye 2 a négyzetem 4, akkor ez mínusz 16, meg 16-szor 2, 32, ebből ki kell vonni az alsó határ helyén, ugye ez az 1 harmad, mínusz 4, és mínusz 4, szebbet írjuk, és van még a plusz 16, még egy zárójel, és akkor itt ebből legyen már csak mínusz 4 pi. Jó, és hát bőven elég ilyen alakban hagyni a megoldást.